egyharmados másában leplezték le Mátyás király lovas szobrát a Tatai várban. Nagy János szobrászművész alkotásának bronzba öntését már nem érhette meg. A város díszpolgára idén márciusban hunyt el, 86 éves volt. A mester régi vágya teljesült azzal, amikor 2015-ben felvidékről visszatért Magyarországra. Életének utolsó éveit töltötte Tatán, ahol otthonra lelt. A vár egykori urának megmintázását mintegy ajándékba szánta a városnak. A magyarság kultúrájába gyökerező ember volt, aki hát egy kicsit távolról nézi a magyar kultúrát, és nagyon boldoggá tesz, hogy itt Tatán hazára talált, és főleg az, hogy a szobrai itt együtt megmutatkozhatnak, legalábbis egy jó részük, mert nagyon sok művész hagyatéka porlad el, szóródik szét, megy tönkre. Itt ő egy nagyon méltó helyen van. A vár második emeletén emléke előtt kiállítást tiszteleg, 10 plakettje és 20 szobra mutatkozik be a nagy közönség előtt. A kiállítás azokat a szobrokat mutatja be, azokat az utóbbi években, évtizedben készült szobrokat, amik a művészt ennek a lovas szobornak a műfajához közelebb terelték. Nagyon nagy emlékműszobrászról van szó, kiváló szobrászról, akinek az emlékmű és azon belül is a történetábrázolás és a lovas szobor kedvelt műfaja volt, amiben ő kiválóan, nagyon magas szinten alkotott. A városban egy állandó kiállítást is szeretnének a szobrászművész munkásságának szentelni. Németh Zsolt parlamenti államtitkár a tárlatot megnyitva hangsúlyozta, a kiállított tárgyak Nagy János emlékéből őriznek egy-egy darabot. Ide idézik most őt maradandó tárgyai. És ettől szebb, jobb, élettel telibb lesz a világ, élénkebb az emlékezésünk. Sikerült neki az olyan kemény, hideg anyagokba, mint a bronz és a kő, a lobogó, forró lelkét beletenni. Az emlékkiállítás 2022 tavaszáig megtekinthető a Vármúzeumban, ahová belépve a falakon a művész gondolatai köszöntik a látogatót.